kellemes és örömteli kötelességünknek teszünk eleget akkor, amikor ezt a sajtótájékoztatót meghirdetjük és megtartjuk, hiszen megint egy újabb fejlesztésről tudunk beszámolni és a nyilvánosságot tájékoztatni. Ez pedig konkrétan a TAMOP 624-es jelű konstrukció keretében a foglalkoztatás bővítése, fejlesztése kórházunkban. El kell mondanom, hogy egy hasonló konstrukciót már eredményesen megvalósítottunk, tehát már egyszer volt arra lehetőségünk, hogy 10 fő uniós támogatása 2+2 éves konstrukcióban alkalmazzunk, ami azt jelenti, hogy 2 évig ezen 10 főnek az alkalmazását teljes mértékben az Európai Unió finanszírozza, és újabb 2 évre kell az intézménynek saját forrásaiból az alkalmazást megvalósítani és biztosítani. Tehát már volt ebben tapasztalatunk, és akkor, amikor ezt a kis térségi szakrendelőt átadtuk, ami ugye szervesen illeszkedett az egészségügyi struktúraváltáshoz, mind a 2007-eshez, mind pedig a 2012-eshez, az új funkciók, új feladatok, új munkatársak felvételét is megkövetelték és elvárták. Továbbá hozzá kell azt is tenni, hogy a minimum feltételek is változtak, és a minimum feltételeknek, egyébként a sok magyar kórházhoz hasonlóan mi sem tudtunk teljes egészében megfelelni, és ezért határoztuk el egy olyan újabb pályázatnak a benyújtását, hiszen a konstrukció ismét elérhetővé vált, és újabb 10 munkatárs felvételére nyújtottunk be pályázatot 2012. szeptemberében.